Stella. Derivált függvény értéke, kétharmadnál nulla, ugye? Matematika óra a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. A 12-es tanulók már az érettségére készülnek. A tavaszi vizsgai időszakban több más tantárgy mellett itt is számíthatnak változásra az érettségizők. Középszinten például a statisztika valószínűség és a gráfok témakörében jelenik meg néhány új követelmény, de az emelt szintű tételek köre is bővül. Emellett a történelem érettségi pontszámítása is változik. 100 pontot ér majd az írásbeli és 50-et a szóbeli vizsga eredménye. Ami a nagy kérdés, az a történelem atlasz. Megnéztem a rendeletet, és annak a harmadik paragrafusa egyébként azt mondja ki, hogy nem csak az az atlasz használható ezen a májusi vizsgán, amelyik nem tartalmaz kronológiai táblázatot, tehát amit egyszerűen csak office atlasznak szoktunk mondani, hanem a tavalyi tanévben tankönyvjegyzéken szerepelt valamennyi atlasz is használható, és mint tudjuk, ezek az atlaszok tartalmaznak kronológiai összevetést is. Egy másik lényeges változás a magyar érettségit érinti. Középszinten például egy új feladat is bekerült, az érvelés. Az idegen nyelvi vizsga követelményei is emelkedtek. Részletes leírást és mintafeladatokat bárki találhat az Oktatási Hivatal honlapján. Ennek oka a 2013-ban megváltozott alaptanterv, amit most építettek be az érettségi vizsga követelményekbe. Annak idején ezt a változtatást az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet menedzselte, voltak kutatásaik arra vonatkozóan, hogy jelente ez valamiféle nehézségbeli változást. Általánosságban az volt az eredmény, hogy nem. Egy kicsit változik, de hát nyilvánvaló, ugye 2005, tehát 11. éve van ugye ez az új vizsgarendszer, némi változás a gyakorlati részben is lehetséges. A változásokra a pedagógusokat is felkészítették, ők már 2015 nyarától tudják a módosításokat. A kollégák a munkaközösség vezetőnek az irányításával tanulmányozták át tételesen, hogy középszinten és emelt szinten az egyes vizsgatárgyakból hogyan változtak a követelmények, mik is a pontos érettségi vizsga követelmények. Tehát mi nem hagytuk magukra a pedagógusokat, hanem csoportokban, tímekben, munkaközösségenként dolgozták föl ezeket a változásokat. A Kölcsey Ferenc gimnáziumban idén 135-12. Évfolyamos tanuló érettségizik a tavaszi vizsgaidőszakban. Ez a szám országos szinten 70 ezer. A jelentkezés majd február 15-én zárul, akkor derül ki az előrehozott érettségizők száma. Ők viszont csak informatikából vagy idegen nyelvekből vizsgázhatnak.